És köszöntetjük egy nagy tapssal. Köszönöm Szilágyi Gábor, a Dancing Boots Country Line Dance vezetője, illetve hivatásos tánckutató vagy, és arról beszélgettünk, hogy nem sokan vagytok az országban. Miért? Hát ketten, pontosabban. És nagyon sok tehetséges klubvezető van, ők nem tudom, hogy miért nem választották ugye a tánc szakmát, ha úgy tetszik. Én gyerekkoromtól ez akartam lenni, tehát nekem adott volt, hogy én nem tök egyenes ember, nagy-nagy kerülőnk, de aztán megcsináltam Budapesten, valamint az 30 évvel ezelőtt. De az a lényeg, hogy ketten vagyunk Fajoros Gabi kolléganőmmel, valahol itt van Gabca, merre vagy valahol látni. Hol van, nem keressük meg. Gabcát keressük, Majoros Gabi, gyere! Ott van, ott van, hát, biztos, hogy a kolléganőnek, hogy tudja, hogy hol a színpad, a hangutáján. Hát mi együtt végeztünk annak idején Budapesten. Hölgyévánzeti, Majoros Gabriel. Magyarországon két hivatásos táncoktatós, itt vannak mind a ketten Révfülöpön, tényleg nagy családról van szó. És akkor a... Köszönöm szépen. Marad az még nyugodtan, de ahogy gondolod. És a country szerelem a sok-sok út után? Mi a táncművészetén tanultunk countryt. Az a fajta country és a line dance nem köszönő viszonyban nincs egymásra. Mi 10 éve döntöttem, vagy én 10 éve döntöttem úgy egy baráti beszélgetés alkalmával, olyan emberektől hallottam, akik ugye jártak itt külföldön, és láttak ilyen line dance klubokat, és belevágtunk. És aztán úgy döntöttünk, hogy legyen ez egy mindenki számára elérhető, és ahogy ugye a többi klubnál is, húsvér emberek vannak, dolgozó emberek vannak, tehát nem profikról, nem balerinákról beszélünk, lelkesek, ügyesek, csinálják, és gratulálok minden csapatnak egyébként a produkcióhoz. Milyen korrekt. Így kell erősíteni egymást, ez a legjobb, így kell. Minél több energia, annál több szeretet, nincs mesélyben. És nekem is kedves a szívemnek, hogy egyrészt első alkalommal jutottunk el ide, amit köszönöm szépen Pepinek, ő is itt van, meghívást a szervezőknek. Debrecenből. És Debrecenből jöttünk, igen, jó messziről, de nagy élmény. Tehát szeretünk mi is, vagy szeretjük mi is megmutatni azt, hogy mit tudunk. Gondolom a többiek is így vannak ezzel, hogy azért gyakorolnak, azért tanulnak új táncokat. Egymástól ellesünk lépéseket, egymást segítjük, közösen csinálunk programokat, és ennél jobb dolog nincs. Akkor lássuk az eredmény. Gábor, köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Kéz és láttad is!
bank, but I ain't got the money. I said get on back, don't you worry, the party is going on here. Got girls running around in the kitchen, they're all half naked. I'm hoping and praying to God this day is a night. And I'm thinking that maybe I shouldn't, but I say what the hell, come on boys, let's have a good time. Honey, I know you're home sleeping, and I'm not running wild. Don't you ever forget a bit, they call me the wild child. Walked out on the back porch and talked to a pretty lady. Came up to me and had asked me for a light. I said, would you smoke Marlboros or marijuana? She said both with a grin, but I like the coke and lime. Well, we don't need Scooby-Doo to solve this mystery. It's clear to see the want me in your eyes. And I'm thinking that maybe I shouldn't. My girl wouldn't know, but still it just wouldn't seem right. Honey, I know you're home sleeping, and I'm not running wild. Don't you ever forget it, they call me the wild child.
city's still on my mind. Bikinis and palm trees danced in my head. I was still in a baggy line. Concrete cars and their own prison bars, like this life I'm living in. But the plane brought me farther. I'm surrounded by water and I'm not going back again. I got my toes in the water, ass in the sand. I worry in a world of cold gear in my hand. Life is good today. Life is good today.
Most pedig egy picit kifújjuk magunkat.